Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, és most felteszem a kérdést, mi várható május hónapban a csillagok szerint? Kezdeném is. Május 1-én számíthattok arra, hogy jön egy hír. Ezáltal megváltozik valami. Az is előfordulhat ezen a napon, hogy lesz egy meglepetés. Valami történik, valami, amire ti nem számítottatok. Május 4-én megvilágosodik valami, vagy megvan arra a lehetőség, hogy tisztázzatok valamit. Ez lehet egy fontos beszélgetés is. Amennyiben vannak titkaitok, nem mondjátok el ezt másoknak, mert ők fecsegni fognak, és ez nem marad akkor egy titok. Május 7-e. A telihold nap üzenete a belső egyensúly és harmónia a párkapcsolat területén. Május 8-án érezzük a belső erőnket, és tudjuk, hol lehetünk aktívak. A mai nap a tettek napja. Május 10-én lesznek akciók, tettek, beszélgetések, pörögnek, gyorsulnak az események. Ma megvan arra a lehetőség, hogy a kommunikáció útján valamit lerendezzünk és tisztázzunk. Sokaknál lesz egy dokument vagy egy szerződés aláírása. Május 11-én minden úgy megáll. Azt érezzük, hogy nem mennek a dolgok előre. Használjuk ki ezt a napot arra, hogy kipihenjük magunkat, vagy elgondolkozzunk azon, mit hoz a jövő, tervezzünk valami újat. De ne csak arra gondoljunk, mit hoz a jövő, hanem gondoljunk a múltra is. És mint egy meglepetés, közlöm veletek, valaki gondol rátok, és őt ismeritek a múltból. Május 12-én figyeljünk az érzelmeinkre. Ma hajlamosak vagyunk arra, hogy valamit eltúlozzunk. De nem csak ez történhet, hanem előfordulhat, hogy mások eltúloznak valamit, és mi túl érzékenyen reagálunk erre. Ne vegyük ezt személyes dolognak, mert megnyugszanak az események. Május 13-án álljunk meg egy pillanatra, és gondolkozzunk el azon, milyen a párkapcsolatunk. És mit tudunk tenni, hogy jobbak legyenek a dolgok. Mert ez a kívánság, hogy valami javuljon a párkapcsolat a szerelem területén. Azon kívül gondolkozzunk el azon, hogy mit szeretnénk elérni az életben. Május 14-én minden olyan nyugtalan, mindenki izgatott, ideges. Ma az az érzésünk, hogy igazságtalanságok vesznek körül bennünket. Egy jogi ügyben ma nehéz valamit úgy rendezni, hogy az igazság győzzön. Ezen a területen vannak most nehézségek. Május 15-én hallgassunk a belső hangunkra. Ma van ennek egy jelentősége.
Május 16-án végre álmodozhatunk. Az is lehet, hogy egy álom kép valami fontosat tudat velünk. Ma megvan arra a lehetőségünk, hogy alkossunk valamit, vagy csodáljuk a művészetet. Május 20-án várható egy meglepetés. Ezáltal lesznek változások is. Hogy milyen irányban haladnak a dolgok, az nem tudható. Május 22-én legyünk visszahúzódóak. Sokan elgondolkoznak azon, mit váltott ki másokban egy beszélgetés vagy egy hír, ami az elmúlt napokban történt. Ma meditálhatunk, vagy tarthatunk egy szertartást. A mai nap jó energiát ad hozzá. Május 24-én van egy csodás energia, ami kihat a szerelmi életünk területére. Ma kapunk egy bókot, vagy egy szerelmi vallomást. Akik még egyedül vannak, ma lehetséges, hogy megismerkednek valakivel. A mai napon van egy vonzó hatás. Május 26-án azt közölném veletek, hogy az, ami jelenleg a középpontban áll, ami tényleg fontos. Ebben az irányban most jól alakulnak a dolgok. Ez egy jó kezdet. Május 30-án izgatottak és nyugtalanok vagyunk. Vagy valaki zavar és idegesít bennünket. Sokaknál pedig azt váltja ki ez a mai nap, hogy ők úgy érzik, hogy senki nem figyel oda rájuk. És ezekkel a gondolatokkal, szavakkal zárom ezt a felvételt, amiben mutatom, hogy mi várható május hónapra. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!